És akkor, hogy stílszerűek legyünk, jó bornak is kell cégér, egy hagyományról, és egy újabb keletű dologról szeretnénk most szólni, és hát ezt szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. A téma vendégem pedig Bakos György, a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat kulturális elnök helyettese. Na most ezután a bonyolult bevezető után egy kicsikét konkrétabban közelítsük meg a témát. Először kerül sor az én információm szerint az utóbbi éveket figyelembe véve hallgatói évkönyv kiadására. Hol tart ez az ügy, Gyuri, most? A Hallgatói Centrum és a HÖK közreműködésében hosszú idő után most ismét kiadásra kerül az évkönyv. Ha minden igaz, akkor a héten már lezajlottak a fotózások, tehát a végzős diákok megkeresték a megadott helyszínt, és kiválasztották azokat a fotókat, amelyek majd később bekerülnek az évkönyvbe. Ezek a fotók a diplomaosztón kerülnek majd kiosztásra az évkönyvben. Ha a terjedelem engedi majd, és reméljük, hogy fogja engedni, akkor természetesen majd belevesszük a hallgatói önkormányzatot, a szervezeteket és különböző ehhez kapcsolódó történetiségét az intézménynek és ezeket az információkat, és majd a diplomaosztón kerül kiosztásra. Ez egy szép emlék lesz, ha minden igaz, a végzős hallgatóknak, mutogathatják, majd otthon unokáik is látni fogják, hogy mondjuk stílszerűen szintén, ha már így kezdtük el. Nagyon nagy volt a nyüzsgés a B épületben a héten, ahol a fotózás zajlott. Úgy tudom, karonként mentek, tehát minden kart külön térképeztek föl. Ez volt a menet akkor. Lehetett annyit érzékelni azért, hogy ennek a fotózásnak a lányok örülnek jobban, vagy azért a fiúk is részt vesznek benne? A munkahelyem a B-épületben van, és azt kell mondanom, hogy igen, a legtöbb az lány volt, és valóban nagy volt a nyüzsgés, ennek nagyon örültünk. Minél többen jönnek el, annál vastagabb lesz az égkönyv, és annál több szebb lányban csodálhatjuk őket. Úgy gondolom, hogy eléggé felcsigázta a kedélyeket az, hogy ismét kiadásra kerül egy ilyen évkönyv, mert szerintem nagyon jó emlék majd később, és ugyan említette ezt visszanézni majd időskorban, vagy akár későbbiekben, vagy megmutatni másoknak. Úgyhogy reméljük, hogy így van. Igen, és hát végül is egy keresztmetszetet, egy képet ad a főiskola egy évéről, hogy éppen abban az évben mi történt, hiszen ha a terjedelembe belefér, akkor nyilván szó lesz arról is, hogy hogyan zajlott a tanév ebben a kötetben. Na, hát ez az új, ami most egy nagyon régi hagyományként elevenítődik föl, de van egy élő hagyomány, amelyik az utóbbi években hát a tavaszt meghatározta mindig a főiskolán. Az udvar ettől volt hangos, ez pedig egy betűkép szót mondanék hozzá, az FN. Fejtsük meg ezt a rövidítést először. Minek a rövidítése az FN? Elnézést, abszolút mosolyogásra vagyok ítélve, mert én is már annyira várom. Az FN az EGRI főiskolás napoknak a rövidítése, és idén 11. alkalommal kerül megrendezésre. Ami a legfontosabb idén az, hogy megváltozik a helyszín. Az épület felújítása miatt át kellett raknunk a helyszínt, hogy hatalmas tér várja majd az érdeklődőket. Idén a 2. gyakorló általános iskola udvarán kerül majd megrendezésre a legtöbb koncert. Azonban az FN nem csak egy könnyűzenei fesztivál, hanem egy kulturális programsorozat is, és ennek keretében majd a hallgatók nagyon-nagyon sok érdekességgel találkozhatnak, majd lesznek hagyományos programjaink, és lesznek új, hagyományteremtő célzattal megrendezésre kerülő új programjaink. Ha jól érzékelem ebből a bevezetőből, nem egy helyszínen lesz ez a rendezvény, hanem talán több helyszínt avatnak most. Igen, egyrészt a legfontosabb a 2. gyakorlónak az udvara, aztán a B-épületben ugyanúgy, hogy az előző években is pavilonok várják majd az érdeklődőket, és itt különböző programokat találhatnak majd. Ugyanilyen új helyszín lesz majd az amerikai Kuckó, ahol a 4 nap, 4 film, 4 ország nevű rendezvény kerül majd megrendezésre. Ezen belül az A-épületben is lesz majd rendezvény, ez a Szuszogó Színház. Ezen belül még lesznek fenn az Almagyar Dombon is rendezvényeink. Na, itt most többször említettük azt, hogy lesznek rendezvények, meg érdekességek lesznek, akkor kezdjük el részletekbe mondani, nem tudom, mit tudunk mondani például a koncertekről, milyen koncertekkel várják. Ez nyilván a 2. gyakorló udvara. Igen, itt így újabb jó hírekkel szolgálnom. Az előző évekhez képest idén már napi 4 koncerttel zárunk. Az első órákban EGRI és fiatal együttesek kerülnek majd a színpadra, azután pedig 3 koncert várható még minden este.
A zárás az 2 órakor lesz, hogy az előző években is, hogy ne zavarjuk a város éjszakáját. Vendégek, egy-két zenekar, a nagyobbak közül, akik nem a, azt mondjuk, hogy a fiatalabbak. Természetesen idén is eljön a Republik. A Kovaszki meg a Vega, a kis csillag, 30Y, ezen belül itt lesz még velünk. Még néhány együttes. Igazon gondolom. Szerintem. Van egy érdekesség ennek az egész koncertsorozatnak. Először fordul elő, hogy főiskolás csapat indítja. A hétfői napon, ha jól tudom, az Agria Voces a vendégük. Bizony. Több főiskolai érdekeltségű rendezvény is lesz, program. Ilyen lesz például, hogy hétfő este az Agria Voces nyitja meg az estét, ahogyan említette. Azon belül a Suszugó Színház is a legújabb darabját elhozza majd nekünk, valamint az Egres Tánc Együttes is itt lesz az új programunkon, amiről azt kell tudni, hogy ez a legújabb rendezvényünk, ami egy egész napot fog kitölteni, ez pedig a Folklore Nap, aminek a keretében a főzéstől kezdve a kézművességig, a hagyományteremtő és régi ruhák mai divatban való felhasználását is megnézhetik az érdeklődők, valamint nagyon finom leveseket kóstolhatnak majd meg, és ha minden igaz, akkor megpróbáljuk az Erasmusos diákokat is bevonni, hogy mindenki egy cseppet hozzon el a saját kultúrájából, és azt is megmutathassa ezen a rendezvényen. Ez így válik egy kicsit nemzetközévé akkor az FN. Igen, megpróbáljuk mindenki. Hogy vendégeink lesztek. Ha jól emlékszem, mindig az utóbbi egy-két évben vendég volt a Duma Színház is, aki nagyon népszerű a fiatalok körében. Így lesz ez idén is. Így van. Első este a Duma Színházba érkezik Trabarna és Szukkai Viktor, és megpróbálják majd a hangulatot felgetegesíteni, hogy a későbbi koncertekre a közönség teljes kábultságban érkezzen, de nem más fordulom. Mettől meddig tart majd az FN? Mikorra tagsáljuk az időpontot? Idén április 19-től 23-ig kerül megrendezésre. Megpróbáltunk olyan időpontot választani, amely még a vizsgákat ugyan nem érinti, és ZH-kba sem próbál belemenni. Természetesen biztos lesz ilyen, de megpróbáltunk minél több érdeklődőt elcsábítani. Akkor ismét egy hétig? 5 napig lesz. 5 nap? 5 napig lesz, igen. Programsorozat. Jó, hát addig még azért reméljük, hogy fogunk szólni meglepetésekről még, hiszen föl szeretnénk kelteni fiatalok érdeklődését. Mennyire nyitott a rendezvény? Csak a mi főiskolásainknak szól zárt körül, vagy más is jöhet? Nem. El kell mondanom, hogy tavaly az 5 nap alatt 12 000 érdeklődő volt. Reméljük, hogy idén ezt a számot meg tudjuk dönteni, és megpróbáltunk nyitni a város felé is. Egyrészt a fiatalabbak felé, egyrészt pedig a város lakói felé. Ez olyan formában, hogy a programok között megtalálható lesz az egri középiskolások vetélkedője, ahová meginvitáltunk a gimnáziumokból és középiskolákból hallgatókat, hogy részt vegyenek ezen a versenyen, valamint az egri város lakói számára megpróbálunk koncertekkel kedveskedni, ilyen a Republika, amelyet bárki szerethet, és nem csak a fiatalok vagy a hallgatók érdeklődnek ez iránt. És hát reméljük, hogy a fiatalok, a gimisek pedig ettől is többek között kedvet kaptak ahhoz, hogy elkelf a jó döntés idejönnek a mi főiskolánkra. Gyuri, köszönöm szépen a beszélgetést, meg hogy sort keríthettünk erre, és hát akkor sikeres fölkészülést, mert hiszen még munka van hátra az FN-ig. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és akkor váltsunk egy témát, egy másik hangulat. Elkezdődött a napokban a tavaszi fesztivál a városunkban, és az is hagyomány már, hogy ilyenkor a koncertsorozat indul az Egri Főiskolán, a Kápolnában, ebben a különleges koncerttermünkben, amely egyre népszerűbb a város zene érdeklődői körül, zenebarátai körében. Hát az első nyitó koncertről egy hangulatot tekintsünk most meg.